Hideg van és korán sötétedik, vannak, akik legszívesebben a lábukat sem tennék ki otthonról. Ebben az időszakban sokan szenvednek a téli depressziótól. A fényszegény nappalok és a korai sötétedés komoly hatást gyakorol a szervezetünkre, megváltozik ugyanis a hormontermelés. Korábban leszünk álmosak, 5-6 óra körül már szeretnénk lefeküdni, aludni, és hogy a nap közben is egy kicsit fáradtabbak vagyunk. Ugye a kiváltók feltételezhetően egy melatonin változás, ugye a melatonin felelős az alvás ébrenlét ritmusért. Ezekben a hónapokban a D-vitamin hiánya miatt sokkal fáradékonyabbnak érezhetjük magunkat, ezért érdemes minél több időt a friss levegőn tölteni, sportolni lehetőleg kora reggel, mikor kell fel a nap, és lehetőleg kerülni a sok szénhidrát fogyasztását. Hogyha a motoriumunkban, tehát a mozgásunkban meglassulást észlelünk, hogyha tényleg nagyon megnő a szénhidrát fogyasztás, tehát sóvárgunk állandóan a csokoládé, az édesség iránt, akkor erre érdemes odafigyelni. A téli depresszió szezonális betegség, ami hosszabb-rövidebb időre szinte mindenkit érint. Fontos viszont, hogyha a tünetek állandósulnak, érdemes szakemberhez fordulni, ugyanis a szezonális hangulatzavarok átfordulhatnak komolyabb depresszióvá is.